Tiszteltel és szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetés címe egy világjárvány 666 napja, avagy mint halálik Covid. Ha most ezek után azt mondom, hogy ez a beszélgetés nem a Covid-ról szól, akkor az mondjuk elég mulatságosnak tűnhetne fel, pedig, és hát minimum ellentmondás, pedig igazából erről van szó a beszélgetéseink ugyanis, ez talán 171. beszélgetés, mindig arra, arra a egyre inkább megalapozottnak látszó feltevésünkre épül, amiről már az elején is beszélgettünk, hogy, hogy az ember mindig a jelenségekkel találkozik, de mindig a lényeget keresi. És a Covid, akárcsak már itt ez a világjárvány, ez a világjárványnak látszó tárgy, ugyanúgy, mint mondjuk a migráció, meg a klíma ügy, ezek e, e, hát csinált valóságok, de a csinált valóság nem azt jelenti természetesen, hogy nincsen valóságos alapja, csak annyit jelent, hogy nem ismerjük ezeket a valóságos alapokat, nem ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyek ezeket a jelenséghalmazokat mozgatják, pedig mindennél fontosabb lenne, számunkra, hogy megismerjük ezt a lényeget. Nem akarnék megint reménytelenséget keltő módon defetista lenni, vannak uh, eredményeink. Uh, a tudás, bátorság, becsület, ahogy uh, számos alkalommal jeleztem, már nyájunk számára uh, fontos uh, és, és nagyon reményt uh, energia, hogy uh, azért ez alatt a 666 nap alatt Um, újra és újra nekiveselkedtünk annak, hogy mégis megpróbáljuk megérteni azt a valamit, aminek a megértésében egyelőre jó, igyekszem azért úgy fogalmazni, hogy senkit meg ne sércek, de azért az elején tartunk. Tehát el, eltelt 666 nap, és azért viszonylag az elején tartunk ennek a folyamatnak. De visszatérve még egy pillanatra a jelenség és a lényeg kérdésére, Azért is idéztem sokszor Dante, az isteni színjáték előhangjában azt a nevezetes dante azt a nevezetes mondatát, ami így hangzik, hogy az ember élet útjának felén egy nagy sötét erdőbe jutottam, mert az igaz utat nem lelém. Dritta via eras marita. Az igaz út hát elveszett, talán így lenne a, a pontos, elveszett az igaz út. A, a globális média topzódásának és tombolásának szép új világában pedig egyéb se történik velünk, csak, csak ez, hogy be vagyunk víve a nagy sötét erdőbe, és hát igen-igen nehéz feladat megtalálni a kivezető utat, Sőt, egyre több jel utal arra, hogy az emberiség döntő többsége még annak sincs tudatában, hogy egyáltalán be van víve az erdőbe. A legalapvetőbb kérdések változatlanul tisztázatlanok ezzel a vírusjárványjal kapcsolatban. Nem tudjuk változatlanul, 666 napja nem tudjuk az egésznek az eredetét, már pedig akárhogy is nézzük, Ennyi szólva, nem mindegy az emberiség számára, hogy ez egy természeti csapás, amely esetében is persze fennáll az, hogy, a, hogy az a globális társadalmi-gazdasági-ökológiai rendszer, ami mondjuk a globális kapitalizmus létberendezkedése, az akkor is szerepet játszhat ebben, mert ahogyan egyszer, már talán említettem ezt, hogy a, mondjuk néhány száz évvel ezelőtt a, a világ emlős állatainak az abszolút döntő többsége, ha biomaszaként értelmezzük, az vadállat volt értelemszerűen mondjuk a 97%-a, és a maradék 3%-ot tette ki mondjuk néhány ezer évvel ezelőtt az emberiség meg a házi állatok. Ma pont fordította a helyzet, a vadon élő emlős állatok testtömege a világon tesz ki mindössze 3%-ot és 97%-ot már az ember és a házi állatai. Mondanom sem kell, hogy a házi állatok testtömege persze sokkal nagyobb mint az ember által tartott ház, mint magáé az emberiségé. Tehát azért akárhogy is nézzük, ez a folyamat önmagába véve is valami elképesztő erejű csapás a föld élő világára. Ez azt jelenti, hogy, hogy olyan élő helyeket számolunk fel, hiszen hogyha néhány ezer évvel ezelőtt, de lehet, hogy még ezer évvel ezelőtt is, a vadállatok tették ki a 97%-át, és 3%-ot az ember és a házi állatai, most meg pont fordítva van, akkor a 3%-ra, 97 ról 3%-ra össze sűrített vadállatok, illetve hát az, ami még a természetes természet, az értelemszerűen őrült állapotba kerül, hiszen olyan iszonyú nyomás alá, és ebben természetesen mikrobák is benne vannak, a baktériumok, gombák, vírusok is. Nem is folytatom, mert érteni kellene persze ehhez, de, de azért logikailag bizonylag könnyű belátni, hogy a három 97%-ról megfordult ez az arány, akkor teljesen neurotizált állapotban van az a maradék természet, amiben szörnyűbbnél szörnyű degenerálódott, és szörnyűbbnél szörnyűbb dolgok fordulhatnak elő, és elő is fognak fordulni, és ez valóságos fenyegetés, ami a Ebben az esetben nyilván természetes vírusról van szó, csak egy természetellenes emberiség, pontosabban az emberiség természetellenes degeneratív berendezkedése, amely magát kapitalizmusnak nevezi, az oka ennek. Tehát ebben az esetben is csinálva van a vírus természetesen. Míg a másik lehetőség az, hogy konkrétan is csinálva van, ráadásul, hogy hát, tehát legyártották, már nem úgy, hogy szintetikusan, azt nem is kell, meglevő vírust megbabráltak, doktord, ahogy az angol mondja, és hát úgy sikerült ezt biológiai fegyverként rászabadítani a világra. Notabene azon is érdemes elgondolkodni, hogy közben ugyanilyen módon pusztít az informatikai vírus is. Nagyon érdekes, hogy az is a vírus nevet kapta. Nyilván nem véletlenül. Egyébként nyugodtan hozzátennénk azt is, hogy a biológiai vírus is informatikai vírus. Annyi van, hogy a vírus tulajdonképpen semmi egyébből nem áll, mint információból. Tehát egy, 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 egy elszabadult DNS, ami, és ebből is látszik, hogy a vírus azért tükröt a elénk, a jelenségek csak arra jók, hogy tükröt tartsanak elénk, mert ez a DNS, ami persze körülveszi magát védő berendezésekkel, meg támadó berendezésekkel, hogy be tudjon hatolni az élő sejtbe, mert máshol nem tud szaporodni, egyáltalán életjelenségeket mutatni. Tehát, hogyha van Abszolút öncélú élet, akkor az a vírusé. Hiszen a világon semmiből nem áll, csak magából az öncélúságból se célja, se értelme nincsen a létezésének, csak az, hogy végtelenül szaporítsa azt az ugyanazt, ami tulajdonképpen nem más, mint egy informatikai kód. Tehát ilyen értelemben véve nyugodtan feltételezhetjük, hogy a világ nem létező urai technológiailag már össze is kapcsolták. A biológiai vírust és az informatikai vírust, hiszen a biológiai vírus sem más, mint egy inf informatikai vírusként is értelmezhető, és a jelek szerint biológiai fegyverként ugyanolyan zseniálisan alkalmazható, mint a, mint a, a számítógépes, tehát ugye az informatika elektronikában meglévő vírusok. És ide kellene majd elhelyezni, azt a két ábrát, ami a 666 nap során mutatja részben az eset szám növekedését, ami most már 260 millióhoz közeledik, illetve a halálozások számát, ami, ami pedig 5 millió, 5 millió, csak nézem, igen, 5 millió felett van. És bizony, ha ránézünk erre az ábrára, remélem most már ti is láttátok itt, 9 perc, 30 másodpercnál tartunk, és akkor a 9. percnél ezt ide bevágnák a segítőim. Tehát látjuk az esetszám alakulását a világ egészében, és látjuk a halálozásokat, és ha ránéztek erre az ábrára, ez bizony folyamatos, monoton növekedést mutat. Igaz, nem lineáris, már lehet, hogy ennek is örülni kell, illetve, hogy ez lineáris és nem exponenciális, de szépen lineárisan egy szép szabályos ábra mind a kettő folyamatos növekedést mutat 666 nap óta. És teljesen mindegy, hogy milyen évszak van. Ehhez persze hozzá tehetnétek, hogy még szép, hogy mindegy, mert hiszen a, amikor az északi tél van, akkor déle-nyár, ez igaz, csak az emberiség 86%-a az északi lakik. Tehát, tehát látszódnia kellene valami ciklikusságnak is benne, de a világon semmiféle ciklikusság nem látszik, ezen is érdemes elgondolkodni. A másik, hogy nem látszik a tömeges oltások hatása sem. A világ egészére nézve kb. 40%-os az oltottság, ennek, ennek egyébként a, a, döntő eleme az, hogy Kínában és Indiában is azért, is az 3 milliárd ember lakik, közel 3 milliárd ebbe, ebben a két országban tehát azért a 40%-os oltottságnak valahol ott, nagyjából a felénél ebben az időszakban, mert ugye ebben az évben kezdődött a tömeges oltás, valahol látszódnia kellene, de a világon semmi nem látszik. Mint egy tank, szép lassan, lassan ugyan, de mint egy tank dübörög előre, mind az eset szám, mind pedig a halálozások száma. Ebből én nem kívánnék semmiféle következtetésre jutni, csak arra, mindössze, hogy az uralkodó narratívák nem biztos, hogy hát tökéletesen írják le a valóságot, mert részben az évszakos ingadozásnak is, részben pedig hát az oltások hatásának is valamilyen módon meg kellene jelenni, de ebben bizony, ha ránéztek, a világon semmi nem jelenik meg. Tehát belátom én persze, hogy hogy újra és újra végig kellene gondolnunk a legalapvetőbb kérdéseket, és hát, hogyha az eredetre sincs válasz, már pedig abszolút nem mindegy, hogy a két lehetséges, de lehet, hogy több változatban kellene az eredetét is végig gondolni, arra sincs válasz, akkor értelemszerűen semmire nincs válasz, hiszen amíg azt nem tisztázzuk, addig valójában a gyógymódok, a megelőzés, a vakcina, és egyszer szóval mindaz, amivel próbálunk küzdeni ellene, hát értelmezhetetlen addig, amíg nem tisztáztuk, hogy mi is ténylegesen az eredete, már pedig nem tisztáztuk, és a, a világ formális uralmi struktúrái a jelek szerint nem is nagyon foglalkoznak a kérdéssel. Az a bizonyos nem létező erő meg, amelyik nyilván ránk szabadította ezt is, mint mindent az elmúlt évezredek során, az pedig értelemszerűen, mivel nem létezik, nem nyilatkozik meg a kérdésben. A tudás hatalom tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a hatalmat úgymond visszaszerezzük, de ahogy már néhányszor beszéltünk róla, ez a Francis Baconnek tulajdonított mondás, akkor válik igazán izgalmasá, hogyha azt is hozzátesszük, hogy igen, a tudás hatalom, de az igazán nagy hatalma, valóságos hatalma annak van, aki meghatározza, hogy mi a tudás ez a bizonyos titokzatos tudás meghatározó hatalom művét csodálhatjuk, megint mind abban, amit az elmúlt 660 nap alatt uh, lezajlott. És hát uh, újra és újra el kell mondanunk, uh, be kell látnunk azt is, hogy az a jó szándékú, de, de a jelek szerint ebben a kérdésben hát túl messzire nem vezető eljárásmódunk, ami, ami hát kénytelen kelletlen az elmúlt 300 év, tehát a felvilágosodás, a nyugatias modernitás tudományának alapvető összefüggéseire, vagy lételméleti, meg mintázataira, épül, és ez az okság, okosság, tehát az az okos, ugye a magyar nyelv is, valószínűleg egyébként ezek a szavaink, nem tudom, de ezek is a nyelvújítás, tehát mindenféleképpen a, a racionalitás, a felvilágosodás eredményei, már mint a magyarban az okság és okosság kifejezés, ami egyértelműen azt jelzi, hogy az az okos, aki ismeri az okokat, ok tehát az oksági összefüggéseket, de ebben a kérdésben egyrészt a javarészét az oksági összefüggéseknek vagy nem látjuk, vagy ha látjuk is, azok teljes ellentmondáshoz vezetnek, vagy semmit mondóak, mint ez az ábra, amin az látjék, látszik, hogy tök mindegy, hogy mik az okok, és ezekből az oksági összefüggésekkel, okossággal mire tudunk jutni, lényegében semmire, mert két olyan ábrát látunk, ahol teljesen mindegy, hogy mi történik, folyamatosan növekszik mind a megbeteged, és egyenletesen, lineárisan, szépen, elég vészjósló, mondjuk, ha ezt végig gondoljuk, mert szép lassan ugyan, de mondjuk száz év alatt, tehát hogyha folyamatosan így emelkedik, száz év alatt bőven megsemmisítheti az egész emberiséget, ha nem történik semmi, nem kívánnék én ezzel semmi vészjóslót állítani, csak az, hogy 666 napja folyamatosan, mint egy igaz lassan közlekedő tank, de lineárisan folyamatosan emelkedik, a megbetegedések, illetve megbetegedettek, illetve a halálozások száma. Az igaz, ez meg a dolog másik oldala, hogy a halálozásokban továbbra is kb. tízezerszeres fajlagos különbség van a világ különböző régiói között, ezzel sem foglalkozik a hivatalos uralmi struktúra, fel sem teszi a kérdést, hogy miért vannak ilyen gigantikus különbségek. Noha ezt is érdemes hozzátenni, hogy a, a szuper bezzeg országok, mint Új-Zéland, vagy, vagy éppen Vietnám, főként Vietnám, amelyik sokáig mondjuk ezred annyi volt a fajlagos halálozás. Tehát ugye mi vagyunk közel 10 millióan, ők közel 100 millióan, és mégis a töredéke volt a magyar halálozásnak, hol a tízszer nagyobb népességű, tehát ezeket is ledarálni látszik a vírus, sőt, sőt ledarálja azt a Gibraltárt, ahol pedig lényegében 100%-os az oltottság, mondhatni a felnőtt népességet teljes mértékben beoltották, és most mégis egekben nő, sajnos nem csak az esetszám, hanem a halálozás is. Nem is folytatom, mert nyilván tuszatjával vagy százával lehetne sorolni azokat az elemi szintű ellentmondásokat, amelyekre nem csak hogy választ nincs, hanem tulajdonképpen még a kérdése nagyon tudjuk megfogalmazni. Egy valamire viszont a jelek szerint jó volt ez a idézőjelbe téve, Mindez nevezetesen arra, hogy számos részén a világnak, és hát azért a magyar társadalom is ilyennek látszik, két nagy tömbjét hozza létre azoknak, akik a vírussal kapcsolatban, nagyon óvatosan fogalmazni, azok, akik a vírussal kapcsolatban totálisan más valóságban léteznek. Nem tartom feladatomnak, hogy megítéljem akár az egyik valóságot, akár a másik valóságot, mert látjuk a pusztító következményeit. Kölcsönösen, tisztesség-nehesség szolván, hülye és vagy gazembernek tartják a másik oldalt, az egyik oldal tagjai. Ez, hát mondhatnánk, a, a, hasonló, a hasonlóan degeneratív politikai megosztottság mellett ez nagyon hiányzott. Nagyon hiányzott tehát, hogy az egyébként is gyilkos politikai egymásnak feszülés mellett, ahol a magyar társadalom legalábbis a a közvélemény kutatók szerint majdnem pontosan fele-fele arányban acsarkodik egymásra, és gondolja azt, hogy a másik oldalon csupa hülye és vagy gazember, van, de ezt kölcsönösen gondolják egymásról. Most egy újabb dimenzióban, egy újabb hamis törésvonal mentén sikerült ugyanezt a szembeállást létrehozni. Ráadásul úgy, ez már azért inkább tragikomédia, hogy ez nagy valószínűséggel keresztbe metzi a politikai gyilkos egymásnak feszülést, gyaníthatólag, ahogy én tapasztalom, a gyilkosan egymásnak feszülő politikai oldal mindketteje totálisan megosztott a vírushoz, a járványhoz kapcsolódó alapvető kérdésekben, noha erre vonatkozóan nyilván egyik fél sem érdekelt abban, hogy bármilyen felmérés készüljön. Tehát egy valamire mindenféleképpen jó volt ez a világurai ré nem létező urai által csinált, nem tudjuk micsoda, aminek a következménye itt csak ezen, ezek, ezen, a két ábrán látjuk, hogy mint egy szép, lassan, komótosan mozgó tank vonul előre, hogy egy újabb hamis törésvonal mentén szembeállítsa a világ társadalmait, benne a jelek szerint sajnálatos módon a magyar társadalmat is. Még egyszer mondom, szándékosan nem kívánnék egyáltalán állást foglalni ezekben a kérdésekben, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a magyar társadalom megint belecsúszóban van egy nagy valószínűséggel hamis törésvonal mentén létrejött újabb megosztottságnak egy olyan helyzetben, amikor mindennél, mindennél nagyobb szükség volna arra, hogy szeretettel, a megértő szeretetre épülő együttműködés, együttérzés, energiái, jótékony energiái mozgassák a magyar társadalmat is, meg hát azt a valamit, ezt ugyan tisztáztuk, ami valójában szintén korsúát valami, de, de, már életre hívták, az emberiségről van szó, de ha már egyszer életre hívták, végzetes módon összenyitva, össze nem tartozó tereit az emberi létezésnek, akkor mégis csak létezőként kell feltételeznünk, ám itt is az emberiség egészében is, és a magyar társadalomban is az egyre vészjóslóbb egymásra úszítottság látszik kialakulni, ami végtelenül fájdalmas, és a szószoros értelemben mindent meg kellene tennünk azért, hogy tudásbácsolság, becsület energiáival ezt hát próbáljuk legalább csitítani, és ha lehet megelőzni, hogy ebből mindennél nagyobb baj származon. November 7-én volt 55. éve annak, hogy elhunyt Gérec Attila, aki bocsánat, 60, 65, igen, már keverem, bocsánat, tehát Kár volt, ne haragudjatok, igen. Gérez Attila a részt vett a harcokban, 56-ban, és a november 7-én halt meg szegény, huszonvalahány évesen a harcokban szerzett sebeiben. Fiatalságának nagy részét egyébként börtönben töltötte az 50-es években, és ott gyönyörűséges verseket írt, megszökött a Váci, a Váci börtönből, és a Dunaparton parton egy rendőr elfoghatta volna, de végül is futni engedte, és ezt a pillanatot örökítette meg egyik talán legdrámaibb versében, egyszer talán már idéztem ezt, de itt most megint ide kívánkozik, talán emlékeztek rá, úgy örökíti meg ezt a pillanatot, és azt hiszem ennél pontosabban nem lehetne leírni azt a helyzetet, amelyben a magyar társadalom van, ez a versor tehát így hangzik, csak álltunk némán, a rendőr megén én, mindkét pisztolyként egymásra fogott magyar. Köszönöm, hogy meghallgattatok.